Ugye azért van most jelenleg elnyomás, és volt is a történelm során, mert van nekünk egy olyan fajta működésünk, amit úgy hívnak, hogy reaktív elme. A reaktív elme az úgy működik, hogyha egy ember kap egy elnyomást, akkor az beég a reaktív elmébe, az az információ, és tehát mondok egy példát, hogy megértsétek. Mondjuk megy egy, át egy, van egy kisgyerek, aki éppen készül átszaladni az úton, de az anyuka látja, hogy ott van. Jön egy autó, és ha kilép a gyerek az útra, akkor el fogja ütni az autó. Ezért az édesanyja fogja, és ráordít teljes erőből a gyerekre. Ez a ráordítás megállítja a gyereket, Érted? Tehát megijed a gyerek, megijed, megáll, megijed, és beég a tudatalattiába az a rész, tehát a, ugye a reaktív elméjébe, beég, hogy <gül> 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 hogy hogy az úton nem lehet csak úgy átszaladni, és ha az út szélére ér, akkor meg kell állni. Ez úgy ég be, hogy az összes érzékszerv érzékel, tehát érzékeli a fül az autót, érzékeli az édesanyja hangordítását. A szem érzékeli a környéket, látja a járdát, stb. stb. az utat, mindent, a közelető autót. Még esetleg bármi más érzékszerv is kapcsolódhat hozzá a, hár, a további három, de az már nem jellemző. És ez az információ ugye beég a tudatalattiba. Majd hasonló helyzetben a gyereket megállásra kényszeríti. Jó, tehát megállítja teljesen a, a hasonló helyzetben a gyereket, és nem fog átrohanni az úton. Tehát magyarul nem üti el a, az autó. És na most a. Az elnyomónál. Adj ide. <laughs> Jó? Ja. Jó, az ingyen le. némítjuk ezt a csöröket. Oké. Okay. Köszönöm. Jó, tehát a, az elnyomónál valami olyasmi történt, valószínűleg gyerekkorba, hogy ugye mondhatnád azt, hogy Mondjuk történhetett felnőtt korba is, csak akkor is ennek egy gyerekkori előzménye van. Tehát például mondjuk valaki katonává válik, akkor mondhatnád azt, hogy rákényszerítik arra, hogy ő mondjuk elnyomjon, vagy ő jön. Igen, ám de ha ő szociális személy lett volna teljes egészében, nem ment volna katonának. Tehát magyarul már valamilyen erőszakos dolgok történtek vele gyerekkorban. Érthető ez, és ezáltal ugye ért, érezte azt a késztetést, hogy ő olyan tevékenységet végezzen, amivel másokat elnyom. Ugyanígy például egy apek ellenőr, vagy, vagy nav ellenőr, vagy bármi más, amelyik elnyom embereket, az tudti, hogy volt rendőr, például volt valami késztetése gyerekkorban, tehát ő kapott elnyomást, és ezáltal ugye úgy működik ha egy szociális ember, hogyha elnyomást kap, akkor az elnyomást továbbadja. És Lényeg az, hogy tudni, hogy kapott valami elnyomást, és nem keveset, hogyha az embernek olyan késztetése van, hogy ő mondjuk rendőr vagy katona lesz, vagy olyan elnyomó tevékenységet fog végezni, ahol elnyom embereket. Tehát ezért nem valószínű, hogy bárki felnőtt korában elnyomóvá válik. Világos ez? Ha csak nem egy olyan helyzetben, hogy mondjuk nem követett semmit, mégis börtönbe zárják, és ott leültetik, mit tudom én, hány évre, és ott elnyomást kap. De ez ugye általában az embereknél elég ritka. Tehát az azt jelenti, hogy azok az emberek, akik jelenleg elnyomók a világban, azok olyan fajta elnyomást kaphattak gyerekkorban, ami teljesen beégett a tudatalattiába, és gyakorlatilag egyszerűen bizonyos helyzetekben nem tudnak másként cselekedni, csak elnyomóként. Érthető ez? Tehát egyszerűen úgy működik, hogy értsed, hogyha az embernek beindul valamilyen helyzetben a reaktív elméje, akkor nem tudja a tudatával megállítani. Mert ez úgy működik, hogy vagy az egyik működik, vagy a másik. Tehát vagy valaki gondolkodik, vagy ösztönei alapján cselekszik. Kettő együtt nincs. Tehát, mintha lenne bennünk egy kapcsoló, ami kikapcsol, vagy. Tehát ilyen váltókapcsoló, ami átváltja a működésünket. És ez minden emberben megvan, ez csak attól függ ez a fajta működés, hogy ki milyen állapotban van. Egy jó állapotú embernél, Gyakorlatilag ugye a gondolkodásba van váltva a kapcsoló. Egy rossz állapotú embernél pedig a reaktív elmébe van váltva a kapcsoló. Tehát az azt jelenti, hogy a reaktív elve alapján működik. És ha megnézed, az elnyomók azok nem jó állapotú emberek, a nagy része az elnyomónak, tehát a túlnyomó többsége rejtett ellenséges. Tehát a túlnyomó többsége az elnyomóknak rejtett ellenséges. A rejtett ellenséges az rosszabb hangulat, mint egy haragos, vagy egy gyűlölködő, vagy egy nyílt ellenséges, vagy egy rosszindulatú ember. A rosszindulatúnál, vagy a, rejt, a nyíltan ellenségesnél sokkal rosszabb hangulat a rejtett ellenséges. Tehát sokkal rossz, rosszabb. Tehát ugye be lehet sorolni a hangulatokat, és ha így a legfontosabb hangulatokat nézünk, akkor a rossz hangulatok közül a legjobb hangulat a nyílt ellenséges. Már rosszabb hangulat a, a, a rossz indulatú, még rosszabb hangulat a haragos, még rosszabb a gyűlölködő, de ezeknél is rosszabb a rejtett ellenséges. És az elnyomók nagy része rejtett ellenséges, és tudod, az a baj, hogy akkor tud bekapcsolni a gondolkodást, ha az ember jó állapotba kerül. És egy rejtett ellenségesnél szinte kizárt, hogy olyan állapotba kerüljön, főleg rövid időn belül, hogy nála bekapcsoljon a gondolkodás. Érthető ez? Ezáltal gyakorlatilag kizárt, hogy ő szociálissá váljon. Érthető ez? Tehát olyan mértékben fel kellene emelkednie a hangulatban, ami nem fog megtörténni. Tehát gyakorlatilag szinte nulla rá az esély. Érted? Mondhatni azt egyébként az antiszociális emberekre, hogy a körülményeiknek az áldozata. A gyerekkori körülményeinek az áldozata. Csak egy gond van ezzel. Tudod micsoda? Hogy a szüleit ő választotta leszületés előtt. Ez a nagy probléma vele. Hogy mielőtt leszületett, és mielőtt törölték volna az előző életi tudását, ő választotta ki a szüleit. És valószínűleg a szüleitől, vagy attól a környezettől, ugye a gyerekkori környezet, az pedig elsősorban szülők kapta meg az elnyomást.